Különböző sportágakban a világ legjobbjainál is ritkán fordul elő, hogy két egymás utáni évben előbb világbajnok, majd aztán mindjárt Európa-bajnok is legyen valaki. Huszár Zoltán nagyon megdolgozott érte. 10 év munkájának gyümölcse érett be 2018-ban és 2019-ben. A világ elsőséget a Tolnai Tájak IASZ Egyesület versenyzője Ausztriában, az Európa-bajnoki címet pedig a közeli napokban Szlovákiában szerezte. Tavaly a világbajnokságra sokkal többet sikerült készülni, de mégis úgy éreztem, hogy a felkészülésnek a mértéke magát a lövéseket azért annyira nem befolyásolta, úgyhogy azt nem gondoltam volna, hogy sikerül megnyerni az Európa-bajnokságot, de bíztam egy jó helyezésbe ugye a tavalyi világbajnoki szereplés után. Pontba körülbelül ugyanazt lőttem, 2 pont különbség lett, bár így sokkal nagyobb előnyöm lett a véghajrában, mint a tavalyi világbajnokságom. Az utolsó fordulóban a szlovákiai Európa-bajnokságon gyakorlatilag eldőlt az aranyérem sorsa. 23 ponttal vezetett ugyanis a TTTIE versenyzője a többiek előtt. Meglepő módon én mindig, ahogy a verseny halad, én a napok elteltével egyre jobban lövök. Ez az egyetlen verseny eddig életemben, ahol az első nap lőttem a legtöbbet, és az utolsó nap a legkevesebbet. Már ez mindegyik első osztály volt. Az első nap szinte maximális ponttal sikerült lejönnöm a pályáról. A csapattársaim, akikkel együtt versenyeztem, nagyon-nagyon jók voltak, tehát őszintén mondom, hogy nagyon nehéz küzdelem volt, egész az utolsó napig. Ez az utolsó nap dőlt el. Hát húzzák az embert, ha jól lőnek. Tehát sajnos hajlamos az ember beleszürkülni, én mindenképpen egy rosszabb csapatba, tehát hogyha nem olyan aktívak és nem olyan pontosak a lövők, akkor az ember hajlamos egy kicsit hozzászürkülni a mezőnyhöz, ha meg jó az a csapat, ahol éppen versenyzik, akkor meg nagyon tudja inspirálni az embert, hogy minél több pontot lőjön. A sikeresség titka nem a lövés technikában, nem a csigás-i felszereltségében keresendő, hanem legfőképpen abban, amire a kívülálló nem is igazán gondol, ami a csúcson is eldönthet, és sokszor el is dönt versenyeket. Kipróbáltam valamit, megpróbáltam nyugodtan lőni a döntőbe, és hát azt gondolom, hogy nem sikerült. Tehát a druk mindig ott van, még ekkor előnyé is ott van, de most megpróbáltam talán nyugodtan lőni. Azt mondhatom, hogy ez volt az, ami az első pillanattól kezdve fontos volt. Ha nem szeretné annyira az IASZ-ot, mint amennyire, akár vissza is vonulhatna, hiszen annál, amit eddig pályafutása során már elért, nem lehet többet. De szóba sem jöhet ez a verzió. Ezen a szinten szeretné továbbra is folytatni pályafutását a Tolnai Tájak IASZ Egyesület színeiben, Huszár Zoltán. Jól tudja, újra nyerni egy EB-n vagy VB-n, ez sokszor a legjobbaknak sem jön össze, éveket kell rá várni. Megpróbálja a színvédést mindjárt a jövő évi szekszárdi Sötétvölgyben rendezendő 3D-s világbajnokságon. Hát a dobogón nagyon szeretnék mindenféleképpen. Hogy sikerül-e megnyerni a versenyt, nem tudom, mert tényleg nuanszoktól függ, egy pillanatnyi formától, egy jó naptól, a versenytársaktól nagy mértékben. Ugye az egyik ellenfelem az a 3 évvel ezelőtti világbajnok volt most a csapatban, tehát az első csapatban, akikkel versenyeztem. A szekszárdi versenyző mellett még egy magyar versenyző, két remek szlovák, leginkább esélyes a világbajnoki címre, de az osztrák, német és francia, hova tovább az olasz íjászok között is van olyan, aki íja felszereltsége és tudása alapján esélyes lesz a Sötétvölgyi VB-n a világbajnoki cím megszerzésére.